Garfield. Magyar hangok. Kerekes József, Cvetkó Sándor. Magyar szöveg András Isára, hangmérnök Hidvégi Csaba, vágó Mendre János, rendezőasszisztens Szász Andrea, gyártásvezető Rába Ildikó, szinkronrendező Steiner András, producer Kovács Zsolt. Őrült ugatás. Itt is volnánk. Balra az utolsó cella, Mr. Arbuckle. Köszönöm. Már épp kezdtem aggódni, mikor jött a hívás. Hey! Most biztos azon gondolkodsz, hogy kerülök ide. Elmesélem az egészet, de cserébe hadd kérjek valamit, jó? Tekerjétek vissza a mesét a legelejére. Most épp el vagyok foglalva. Itt állj! Pont itt! Körülbelül 12 órája történt. Pontban 8 óra 3 perckor reggel. Csak azt tettem, amit ilyenkor minden hasonszőrű. És akkor megtörtént. Már látom, hogy ez is csak egy olyan nap lesz. De még mennyire? Ez is egy olyan nap volt. Épp mikor már majdnem sikerült a postást a postaládához ragasztanom... Tennem kell valamit a bolhás, pontosabban az ugatása ellen. Lássuk csak. Kutya, ugatás, megállítás. Bemutatom a rossz kutyát, a beszélő, művész ilyen áramvonalas kutyanyakörvet. Jelenleg a legjobb ember alkotta mód, ha az ugatás nem járja. Rossz kutya, hallgass, ne ugass. Három különböző nevelési szint van betáplálva, biztonsági záras mechanikával, minden méretű kutyára jó, semmi törvényellenes átverés. Kattintson ide! Kattintok! Vajon milyen gyors az a hiper-szuper gyors kiszállítás? Vajon mi tartott eddig? Íme a megoldás az ugatás problémára. Nyakörv a helyén. Lássuk, mi a következő lépés. Kapcsolja be a szerkezetet. Ez nekem túl szakmai. Lássuk, működik-e. Ugass, ha készen állsz, Ubul. Hagyd abba! Megállítja az ugatást, mi? Nem is működik ez a vacak. Nézzük, mi lehet a baj. Nyomja meg az A gombot a biztonsági zár aktiválásához. Kész is vagyunk. Rossz kutya, ne ugass, csöndlegyen. Működik. Igen. Most akkor már csak leveszem, és... Gyerünk már, mi lesz? Biztosan van itt valami leírás arról, hogy hogy kell levenni ezt az izét. Semmi. Ugye most csak ugratsz? Nincs miért aggódni. John kitalálja, hogy szabadíthat meg ettől az izétől, és... 6 óra múlva! Gondoltam, elütöm az időt alvással, míg Johnra várok. Tévedtem. Ha!
Jól van, jól van. Le kell vennem ezt a nyakörvet valahogy. Hozom is a szerszámokat. Gratulálunk! Sikeresen aktiválta a lenevelő tréning második szintjét. Második szint? Kettes szint. A készülék további viselkedése elbátortalanítja a kutyát az ugatástól. További viselkedés. Rosszkutya, rosszkutya! Nem mondd, hogy nem figyelmeztettelek! Nem vagyok kutya, én macska! Ki tudja, mit követel legközelebb? Egészen biztosra kell mennem, ha nem akarok több kutyaugatást! Hé, ne aggódjatok! Csak addig tart, amíg John le nem veszi a nyakörvet. Amíg Johnra várok, nézek egy kis tévét. Ezt nem akarom nézni. Ezt sem akarom nézni. Jó van, ideje edzeni! Ezt pláne nem akarom nézni. Az Északnyugati Parkból jelentkezem, ahol megrendezésre került a helyi kutya bemutató. Ne! Kapcsolj ki! Kapcsolj ki! Persze, hogy most kell tönkre mennie a távirányítónak. Még a végén felállok, és magam megyek kikapcsolni a tévét. Az érdemrendhez külön szeretnék gratulálni Kyle-nek, aki New Jersey állam Lindenhurst városából jött el hozzánk. Szeretnél valamit mondani, Kyle? Le kell lépnem innen. Tudjátok, sosem tudtam jó csomót kötni. Azok elől a csúnya, gonosz kutyák elől menekültél, igaz? Most már ne aggódj, nálunk nincs egyetlen kutya sem. Anya nem engedi, mert allergiás a kutyaszőrre. Megmenekültem. Azért van, csak egy játékkutyám. Hallgass, milyen édesen ugat. Gratulálunk! Sikeresen aktiválta a lenevelő tréning harmadik szintjét. Hármas szint? Jaj, nekem! Mi lesz velem a harmadik szinten? De rossz! De rossz! Rossz kutya! Rossz kutya! Átrepített a városon, aztán lepottyantott az Északnyugati Parknál, ahol sajnos volt egy tó. Itt legalább biztonságban vagyok, ide nem jöhet be egyetlen kutya sem. Kivéve azon a napon, amikor itt rendezik a kutya bemutatót. Rosszkutya, ne ugass többet!
is még csodálkoznak, hogy itt kötöttem ki. Jól van, vegyük le rólad anyakörvet. Igen, kérlek, vedd le rólam, mielőtt még egy kutya ugat. Vedd le és megteszem, amit csak kérsz. Mondjuk 10 alá csökkentem a napi lazánya bevitelt. Lássuk csak, hogy jön ez le. Mi lesz, ha ládzsákat lő ki magából, és láncfűrészeket, meg fúrófejeket, meg csupa olyan dolgokat, amiről álmodni sem? Ha megnyomod ezt a gombot, csak úgy kinyílik. Ennyi volt, ez minden. Nem tudom, mi bajod van vele, Garfield. Tök könnyen nyílik. Nem érdekel, hogy működik. Én leléptem. Csak megnyomod ezt a gombot, és kinyílik, anyakör. Hé, azt az ajtót ne, az a sintértele zárkája. Ha megnyomod ezt a gombot, megnyomod ezt a gombot! Rossz kutya! Kérlek, hagyjatok végén! Ne! Rossz kutya!